akinek megvan a hite, és csak ez inspirálja, de ő sem visz benne. Van az a fajta, aki mindenre igen mond, átlagos szempontok szerintél nem boldog. Van az a fajta, akinek minden mindegy, nincsenek tervei, azt hiszi mindent ismer. Van az a fajta, aki nem mond ki semmit, emészti a tudat minden napja, csak ismétlés. Van az a fajta, akiben nincsen gátlás, szeretne szeretni, de nem lát, csak elvár. Van az a fajta, aki csillogni akar, de gyengének született, ő felad mindent. Van az a fajta, aki bármire képes, de akármilyen éhes, nem érik el a fények. Van az a fajta, akinek minden az eszme, ő elbenyül követ, de egyedül elpusztul. Van az a fajta, az arrogáns fajta, harcolni akar, mégis eltűr mindent. Van az a fajta, aki másokban hisz, nem tud önmaga lenni, nincs véleménye. Van az a fajta, aki a hibáit nem látja, kimond mindent, de másnapra megbánja. Van az a fajta, aki túl sokat érvel, a tükörnek beszél, nem figyel rá senki. Van az a fajta, aki egy született játékos, körülveszi mindenki, valójában átlagos. Van az a fajta, aki feláldoz mindent, a bűntudat hagyja, mindent megtesz másért. Van az a fajta, aki nem szeret dolgozni, negatív személy, nem tudja milyen alkotni. Van az a fajta, aki másokhoz őszinte, szolgalélek, de önmagának hazudik. Bármiről írok, igazából relatív, így felfogás kérdése a boldogság. Magadra ismertél, ezt se hiszem, igazából én csak magamról beszéltem. Hányszor hallottuk már, hogy a világ szarhely, többségi társadalom, szorít a nadrág. Lenni vagy nem lenni, ja, valami van benne, amióta látok, azóta egy vak lettem. Próbáld meg elhinni, én is azt próbálom, sajátos szindróma, fekete csótányok. Be vagyunk fordulva, városi kultúra, azt amit kimondtam, komolyan gondoltad? Gondold meg kétszer, minek mi az értelme? Hazug érzelmek lehet nekem rég késő, érzéki csalódás egy egyenes görbe, nem másokat győz meg, hanem önmagad győz le. Tenho reparado que a vida para si é diferente. Por aí a vida muda, vê-se plenamente. Aqui no bairro nada muda, quem muda é a gente. Venha dar valor à vida, à maioria que vive contrariado. Ver o que são seis cabeças apenas com um ordenado. Ver a inveja e a ganância, a confiança e o mau olhado. Ver o que não tem futuro pelo que fez no passado é complicado. Também não encontro uma explicação de ver um puto que tinha um parque e agora só brinca no chão. Olho para os meus olhos, eu olho bem nos seus. Eu faço-lhe a pergunta, acha que o meu bairro morreu? Investimento noutros sítios, porque é que a Madorna não tem? Você conhece mal a zona, a polícia conhece bem. Não invista para o seu luxo, não gaste no que não convém. Se o meu povo investe 10, vocês chegam e roubam 100. Sou presidente, diga, explique-me o porquê. Porque é que não ajuda um idoso se ele trabalhou mais que você? Continua a pôr uns olhos na cara da multidão, que tem metade ornado mínimo, outra metade de solidão. Não dá para a luz, não dá para a água, para a comida, nem para o gás. 15 contos só de fraldas, que é que alimenta o rapaz? Rapariga vai crescendo e segue a tabuleta errada. O homem pensa que tem filha e afinal tem menteada. Nada muda, não dê de fuga, nem descalça a luva. Muitos não morreram de cirrose porque faltava uma uva. Lembre-se que não somos cães numa matilha, e nesta situação podia estar a sua filha, mas a esperança é a única coisa que faz remar contra a maré, porque a vida é uma injustiça, a vida é o que ela é.